Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Oxigén Televízió esti híradóját látják október 18-án csütörtökön. Bomba meglepetés a férfi kézilabda bajnokságban, a Tatabánya legyőzte a Veszprémieket. 6 luxus buszt kapott az Észak-Dunántúli Volán, és 5 éven belül másodszor kapott kiváló minősítést a Győri Kórház. A részleteket azonnal mondjuk, de előtte mutatjuk ma esti kiemelt híreinket röviden. A győri állatmenhelyen őrzik azt a pár hónapos kiskutyát, akit kedden többször is mellkason szúrt gazdája. Az állat csak a gyors orvosi beavatkozásnak köszönheti életét. Egyre többen próbálkoznak be az úgynevezett unokázós csalással. Mostanában gyakori az is, hogy a csalók rendőrnek adják ki magukat. 21. alkalommal rendezték meg Győrben a fogyatékossággal élők sportnapját. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elhivatottan segíti a fogyatékkal élőket. Még mindig marad a jó idő, hétvégén már esőre is számíthatunk. Híradónk végén mondjuk majd a részleteket. A győri állatmenhelyen őrzik azt a pár hónapos kiskutyát, akit kedden többször is mellkason szúrt gazdája. Az állat csak a gyors orvosi beavatkozásnak köszönheti életét. Az állatmenhely reméli, hogy örökbefogadás után a kiskutya kiheverheti a sorozatos bántalmazás okozta traumáját. Félénken bújik az őtől elő kezek közé a pár hónapos kiskutya. Ezt az állatot szúrta mellkason gazdája többször is kedden este Rábapatonán. A szúrások miatt a légcsöve is kilátszott, több órás műtét mentette meg a kölyök életét. Kifejezetten az élet kioltására alkalmas helyen van ez a szúrt csepp, de szerencsére nem ért olyan létfontossági szerveket, ami az állat azonnali halálához vezetett volna. Itt sikerült a műtét során megmenteni. Most már egyébként stabil az állapota, mint látható, és hát azon kívül, hogy ő nagyon fél, és látszik, hogy egy sorozatos kínzásnak volt kitéve, tehát ez csak az utolsó pont volt ez a súlyos bűncselekmény. Tehát meglehetősen félős, félénk, de egyébként érdeklődő és barátságos, úgyhogy úgy gondolom, hogy ha megfelelő gazdihoz kerül, ahol megfelelő mennyiségű figyelmet és szeretetet kap, akkor ő belőle egy egészséges és vidám kiskutya lehet. A kutyusnak szerda reggeltől a győri állatmenhelyen viselik gondját. Az ott dolgozók azt mondják, egyértelmű, hogy a kölyköt rendszeresen verte és kínoszta gazdája, aki egyébként ebben az összeeszkábált bungallóban élt a kisállattal együtt. Úgy tudjuk, a férfi kedden este részegen ért haza, ezután került elő a 20 centis kés. A helyszínre érkező kollégáink a férfit elfogták a helyszínen, előállították, a nyomozók állatkínzás vétsége megalapozott gyanú miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A bűncselekményt, aki elkövette, az egyértelmű, hogy egy súlyos cselekményt követett el egy olyan élőlény ellen, aki képtelen volt a védekezésre. Azért is fontos egyébként, hogy ilyen esetben egy hatósági folyamat végig menjen és egy megfelelő büntetést kapjon az elkövető személy, hiszen a következő áldozatáról nem tudjuk, hogy majd ki lesz, hogy egy másik állat, egy kisgyerek, egy nála gyengébb vagy védtelenebb ember, tehát ezt én úgy gondolom az ilyen esetekben ezt meg kell előzni valamilyen hatósági módon. A menhely vezetője az esettel kapcsolatban felhívja a figyelmet az ivartalanítás fontosságára. Nagy Péter ezen kívül hangsúlyozza azt is, hogy nagy felelőtlenség volt a kutya eredeti tulajdonosától, hogy ilyen körülmények közé kényszerítette a kis állatot. Ez egy pár hónapos állatról van szó, ez egy vagy két hónappal ezelőtt még azon a helyen élt, ahol ő született, és valaki egy nyilvánvalóan alkalmatlan személy számára, egy nyilvánvalóan olyan helyre, ami nem alkalmas állat normális tartására, mindenféle körültekintés nélkül odaadta az állatot. Tehát én úgy gondolom, ha a jogi felelőssége nem is, de a morális felelőssége ugyanakkora annak a személynek, aki ezt a kis állatot egy vagy két hónappal ezelőtt erre a helyre mindenféle körültekintés nélkül odaadta. A láthatóan eddig elhanyagolt, piszkos kutyus sem oltásokkal, sem pedig csippel nem rendelkezett. A pár hónapos kiskutyán is látszik, hogy bár nagyon fiatal, rengeteg megpróbáltatáson ment már keresztül. A szakemberek szerint azonban, hogyha jó helyre kerül, akkor kiheverheti a traumát. A pár hónapos kölyök kutya a győri állatmenhelyen várja új, szerető gazdiát.
Egyre többen próbálkoznak be az úgynevezett unokázós csalással Győr-Moson-Sopron megyében. Az elkövetők célzottan idős embereket keresnek fel telefonon, és unokájuknak kiadva magukat csalnak ki pénzt a gyanútlan, jóhiszemű nagyszülőktől. Mostanában gyakori az is, hogy a csalók rendőrnek adják ki magukat. A prevencióknak köszönhetően jóval kevesebb bűncselekmény valósul meg. A rendőrség célja azonban az, hogy egy hasonló eset se történjen a jövőben. 2015. szeptembere és 2016. februárja között összesen több mint 2,5 millió forintot csalt ki Győr-Moson-Sopron megyei idősektől egy csoport, melynek tagjait 2 éve márciusban fogták el a rendőrök. A csalók lebukásuk előtt közel 30 jóhiszemű nagyszülőt vertek át, az úgynevezett unokázós csalással pedig a megyében egyre többen bepróbálkoznak. Sajnálatos módon az utóbbi időben megyénkben ismét megjelentek az úgynevezett trükkös csalók. Jelenlegi módszerük lényege, hogy telefonon keresik fel az időskorú állampolgárokat, azzal, hogy valamelyik rokonuk, családtagjuk balesetet szenvedett. Ezt követően meghatározott összegű készpénz átadására szólítják fel a gyanútlan áldozatot. A csalók kreatívak, mostanában legtöbbször rendőrnek adják ki magukat, mondja a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője. Egyre gyakrabban rendőrként mutatkoznak be, tehát a rendőrség munkatársának adják ki magukat, és így kérik el a meghatározott összegű készpénzt. Ezt követően megbeszélik a sértettel, hogy egy későbbi időpontban egy kolléga, aki jellemzően szintén rendőr, fog menni, és ő tudja átvenni a pénzt. A megyei rendőrfőkapitányság ezért kéri az állampolgárokat, hogy fokozottan figyeljünk oda idős hozzátartozónkra, beszéljünk velük erről a jelenségről, próbáljuk meg őket felkészíteni a megfelelő óvintézkedésekre. Fontos, hogy a rendőrt szolgálati igazolványa és 5 számjegyű azonosítóból álló szolgálati jelvénye alapján egyértelműen be lehet azonosítani, ez pedig mindenkinek jogában áll feljegyezni, mondta Szabó Csaba, aki hozzátette, a készpénz átadása előtt érdemes az állítólagosan bajba jutott rokont telefonon felhívni. A trükkös elkövetők nagyon gyakran a rendőrigazolványhoz hasonlító igazolványt nyal rendelkeznek. A fő különbség azonban, hogy azon a jelvényen jellemzően a polisz felirat látható, és nem az 5 számjegyű azonosító. Nagyon fontos elmondani, hogy a rendőr sosem intézkedik zaklató jelleggel, illetve készpénz átadás, átvétel nem történik. Tehát amennyiben ilyen merül fel, akkor az mindenképpen ébreszten bennünk gyanút. A megyei főkapitányság fokozott prevenciós kampányt folytat, hogy megelőzze az ilyen jellegű bűncselekményeket, nyugdíjas klubokba, illetve idősekkel foglalkozó intézményekbe személyesen is felhívják a figyelmet a veszélyekre. A tapasztalat az, hogy az elmúlt időszakban az érintetteket már kevesebb eséllyel lehet átverni, így csökkent a véghez is vitt csalások száma. A rendőrség célja azonban az, hogy egyetlen egy hasonló eset se történjen a jövőben. 6 új turistaautóbusz érkezett az ENKK flottájába, ezek közül az egyik jellemzően Győr és Pécs között szállítja majd az utasokat. Az MAN még a 2017-es évi Busz Expo mutatta be a 3 tengelyes prémium kategóriába tartozó autóbuszát, a Tourlinert. Ezeket állítják forgalomba várhatóan a jövő héttől. A társaság közleményében azt írja, az ízléses kialakítású fekete arany színvilágú klimatizált beltérben számos kényelmi extra hivatott növelni az utazási élményt. Egyebek mellett az alapkivitelnél komfortosabb utasülések, audio-videó rendszer, 2 utastéri LCD monitorral, vezeték nélküli internetkapcsolat, mobil eszközök töltésére alkalmas USB csatlakozók és 220 volt hálózati csatlakozó minden ülésnél. Befejeződött a Budapest déli pályaudvar karbantartása, így péntek hajnalban újraindulhat a közlekedés. A 477 millió forintba kerülő első ütemben megvalósult munkálatoknak köszönhetően megelőzhető a sebességkorlátozások bevezetése, felére csökkenhet a menetrend szerinti közlekedést akadályozó műszaki üzemzavarok száma. Az átlagosan napi 250 vonat ismét az eredeti menetrend szerint közlekedik, így Budapest déli Tatabánya Győr járatok is. A vasúttársaság köszöni az utasok és a térségben lakók türelmét, a pályaudvar ideiglenes lezárása a közlekedési korlátozások és a munkálatok miatt.
A Magyar Közút Nonprofit ZRT 2018-ban országosan több mint 526 kilométernyi út teljes körű felújítását indíthatja el. A program egyik elemeként Győr-Moson-Sopron megyében a 8417-es jelű út közel 1 kilométeres szakaszához kapcsolódóan a kivitelezők már birtokba vehették a munkaterületet. A tét lébény összekötő út teljes körű felújítása során a kivitelezők a koppóréteg profilmarásról, a süllyedéseknél a teljes pályaszerkezet cseréjéről, a kiegyenlítő aszfaltréteg és az új koppóréteg terítéséről, az új tartós burkolati jelek felfestéséről, valamint a kresztáblák igény szerinti cseréjéről és pótlásáról is gondoskodnak. A munkálatok ideje alatt félpályás útlezárásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek. A győri Krúdi lett az ország legjobb szakközépiskolája. Ezt az eredményt az elmúlt 5 év kompetencia mérései adják, ahol az utóbbi időben egyre magabiztosabban került az élmezőnybe a Krúdi. A diákok nagyon büszkék az első helyre, de sokan annyira elégedettek a képzéssel, hogy egyáltalán nem lepődtek meg az eredményen. Fehér ing és sötét aj mindenkin a teremben. A pincérek egyik poharat teszik a másik után az asztalra. Éppen díszterítést gyakorolnak a hétvégi versenyre. Az iskola diákjai kiváló tesztsorozatokkal bizonyították éveken keresztül, hogy a győri Krúdi az élvonalba tartozik. A kimagasló eredmények után idén az ország legjobb szakközépiskolája lett. Nagyon boldogok voltunk, tovább küldtük más iskolásoknak, hogy hát azért mi krúdisok vagyunk, hát meglátszik, hogy mi vagyunk az elsők között. Pénteken lesz egy verseny itt Győrben a kamarában. Díszterítést kell csinálnunk, és koktélokat kell kavárnunk, 2 alkoholmentes koktélt. Az ide felvételt nyert gyerekek szakács, pincér vagy cukrász szakképesítés közül választhatnak. Az igazgató szerint az is közrejátszhatott abban, hogy a diákok a legjobbak tudtak lenni, hogy ez a 3 képzés nagyon pozitívan hat egymásra. Ezt a megtisztelő címet ezeknek a gyerekeknek, tehát a szakközépiskolába járó gyerekeknek a kompetenciamérés eredményei adták. Már a kompetenciamérés eredményeinek elemzésekor már láttuk, hogy a legjobbak között vagyunk, de hogy ebben az évben valóban a mi eredményeink lettek a legjobbak, erre nagyon büszkék vagyunk, és hozzá kell tennem, hogy a kompetenciamérés egy külső mérés, tehát erre úgymond nem lehet készülni, nem mi javítjuk itt az iskolában, hanem központilag Budapesten javítják, úgyhogy ez többszörösen is egy szép eredménynek számít. Volt, akit nem ért váratlanul a hatalmas siker. Herdis Noel azt mondta, számára megtiszteltetés, hogy ide járhat. Megmondom őszinte, hogy igazából nem ért meglepetésként ez az egész, mert mind a szakoktatás, mind a gimnáziumbeli oktatás szerintem lenyűgöző. És a szakoktatók, illetve a tanárurak, tanárnők teljesítménye is kiemelkedő szerintem, így úgy gondolom, hogy a Krúdi Gyula gimnázium megérdemelte ezt az eredményt. Rengeteg versenyen, sportnapon és egyéb kulturális eseményen vehetnek részt az iskolában a diákok. A tanórán kívüli foglalkozások mellett pedig a hozzáadott pedagógia értékében látja a siker kulcsát az igazgató. Szerintem a mi diákjaink viszik jó hírét az iskolának, és nagyon sok diák nem azért jön ide, mert mondjuk elsősorban, mert a vendéglátásban szeretne elhelyezkedni, hanem azért, mert krúdis szeretne lenni, és ennek a krúdis pezsgő diák életnek a részese szeretne lenni, és aztán, hogy később mégis jó szakács vagy pincér lesz belőle, ez attól is függ, hogy milyen szakoktatóhoz kerül, hogy a szakoktató meg tudja szerettetni vele ezt a szakmát, milyen külső gyakorlati helyre kerül, és hogyha az ottani környezet is olyan hatással van rá, olyan pozitív hatással van rá, akkor tényleg egy jó vendéglátós válhat belőle. A győri Krúdit a szakgimnáziumok között is rangsorolták, ebben az összevetésben az országos 5. helyet szerezték meg. Emellett a gimnáziumi tanulók is nagyon szép eredményeket érnek el, ezért azt a célt tűzte ki az iskola, hogy mindegyik típusú képzése országosan a legjobbak közé kerüljön, és ott is tudjon maradni. A győri Petszaladár Oktatókórház 2013 után másodszor kapta meg a kiváló megyei kórház fődíjat. Az intézmények anonim módon pályázhattak, a bíráló bizottság pedig tök szakma képviselőjéből állt össze. Dr. Tamás László János főigazgató, főorvos a díj kapcsán kiemelte,
Az, hogy 5 éven belül másodszor nyerték el ezt az elismerést, arra utal, hogy az ellátás színvonala és a kórház működése stabil. A kórház emellett egy külön díjat is bezsebelt, a koraszülött osztály külön díjat vehetett át saját kategóriájában. Az elfogadás jegyében idén 21. alkalommal rendezték meg Győrben a fogyatékossággal élők sportnapját. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elhivatottan segíti a fogyatékkal élőket. A rendezvény célja, hogy a játék, a sport öröme, a közösség ereje segítse őket abban, hogy az egészséges társadalom részeivé válhassanak. Fiatalok sorakoznak az Olimpiai Sportpark folyosóin. Azért gyűltek össze ilyen sokan, mert hamarosan kezdetét veszi a fogyatékossággal élők sportnapja. A rendezvényen Nyugat-Dunántúl és Pest megye 21 intézményéből összesen 230 sérült résztvevő érkezett. Az volt a tervünk, hogy az az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal, amit aztán itt rendeztünk 50 országban, a kis sportágban, azután megtaláljuk azt a funkcióját és lehetőségét, hogy nem csak az e-sportnak és a különböző sportágoknak, hanem a közösségnek, a gyűlieknek, egy szóval azoknak az embereknek, akik szeretnének egy kicsit sportolni, hozni, lehetőséget biztosítsunk. Hiszen minden egyes nap ajándék. A Máltai Szeretetszolgálat alapítója Kozma Imre is megáldotta az eseményt. Az emberi erőforrások ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára pedig a közösségi élmény örömeit emelte ki a megnyitó beszédében. Együtt vagyunk, egy nagy család, és ez a nagy család ünnepel. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elhivatott a fogyatékkal élők integrálására az egészséges társadalomban. Az előkészületek hónapok óta zajlottak. Az ügyvezető szerint évről évre várják a csapatok, hogy jöhessenek és versenyezhessenek. Itt a hátunk mögött most éppen a sorverseny zajlódik, itt 6 fős csapatok vannak, jelenleg 18 csapat nevezett a sorversenybe, délután lesznek az egyéni versenyek, és az egész nagy versenynek lesz egy összesítője, és van egy vándorkupánk, ami évről évre jár, és minden évben rágravíroztatjuk az előző évi nyertest, úgyhogy egyébként meg nagyon szép ajándékokat is kapnak a helyezettek. A versenyzők többsége úgy véli, hogy a sportnak minden ember életében jelen kell lennie, az összefogást és a rájuk irányuló figyelmet pedig pozitívan értékelik. Szerintem nagyon jó ötlet, mert így a sérülteket megismerik. A sport minden életkorban fontos és mindenkinél fontos, nem csak az egészségeseknél, hanem a fogyatékkal élőknél is, hiszen a régi mondás még a 21. században is érvényes, hogy épp testben épp lélek. Fontos az, hogy a testünket is karban tartsuk, ne csak a lelkünket. Az összefogásban nagy szerepük van az önkénteseknek is. A középiskolások és egyetemisták a rájuk bízott csapatokat segítették. Nekünk egy hete mondták, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy segíthetünk hátrányosabb helyzet, úgymond korlátozott embereknek, és nem is volt kérdés, hogyha segíthetünk, akkor egyből jöttünk. És hát természetesen mindenkinek fontos az, hogy nem az legyen, hogy féljünk tőlük, mert abszolút ezek teljesen tisztességes és rendes emberek, és hát egy jó élményt szeretnénk magunknak és nekik is szerezni, hiszen nekik ez a legnagyobb öröm most így, ami érheti őket. Igazából az esélyegyenlőség miatt tartom fontosnak, hogy mindenkinek megadjuk azt a lehetőséget, hogy jól érezze magát. A rendezvény célja az elfogadás volt, hogy a fogyatékossággal élők számára is olyan legyen a társadalom, hogy mindenki jól érezhesse magát épp, egészséges és fogyatékkal élő egyaránt. Az értelmileg sérültek és segítői Győr-Moson-Sopron megyei egyesülete a Nolátó Magyarország támogatásával kirándulást szervezett 50 sérültséggel élő fiatal felnőtt tagjainak és kísérőinek. A régóta tervezett kirándulás első állomása Közép-Európa egyetlen medvemenhelye, a Veresegyházi medve otthon volt. Itt a fiatalok testközelből figyelhették meg a több tucat itt élő medvét. A kirándulás második állomása a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér volt, ahol 2 órás reptérlátogatás előtt a fiatalok és kísérőik megnézhették a reptér 2-es B terminálja mellett elhelyezkedő repülőgép múzeumot is. A Grundfos Tatabánya KC házigazdaként meglepetésre 26-24-re legyőzte a Telekom Veszprém csapatát a férfi kézilabda NB1 hétközi mérkőzésén.
A mezőny legjobbja a hazaiak válogatott kapusa Székely Márton, míg a meccs legeredményesebb játékosa a Tatabánya horvát jobbátlövője Jakub Rankovics volt, aki 6 gólt szerzett. Ez volt a bakonyi csapat új vezető edzőjének, David Davisnek az első magyarországi mérkőzése. A Veszprém legutóbb 2002. szeptemberében Cegléden veszített pontot az NB1-ben olyan meccsen, amikor nem a Szeged volt az ellenfele. 10 évet vártam erre, Tatabánya ünnepel ma este, holnap viszont már a következő meccsre készülünk. Az elején rosszul játszottunk, de aztán 55 percig remekül, nyilatkozta Vladan Matic, a hazaiak trénere. A bajnokság harmadik etapjára készül a Gyirmót FC Győr a labdarúgó NB2-ben. Az első részben összeállt a csapat, a másodikban a dobogót is elérte a csapat, a harmadik részben pedig igyekeznek megerősíteni a pozíciót. Ebben a sorozatban az első lépés a hétvégi Monor elleni találkozó lesz. Az egyhetes válogatott szünet után a 13. fordulóval folytatódik a labdarúgó NB2. A Gyirmót FC Győr szépen felzárkózott a bajnokság ezüstérmes helyére. A következő találkozón a cél, hogy megerősítsék a most elfoglalt pozíciót. Ezért is nagy elánnal készülnek a Monor elleni találkozóra, és már a következő 5 fordulóra is. Az a célunk, hogy stabilizáljuk magunkat az élbolyba, és lehetőleg próbáljuk lerázni az ellenfeleket részben, úgyhogy megverjük a riválisokat. És ugye egy csomó meccs lesz alattunk, ami egymással játszanak, ami szintén morzsolja őket. És a vége, az utolsó ciklus meg az lesz, hogy ezt tartsuk meg azt a pozíciót. Tehát így épülünk föl. Hát most azt mondom neked, hogy a legtöbb gólt rúgtuk, a legkevesebb gólt kaptuk, és a legtöbb győzelmet arattuk, akkor nincs miről beszélni. Most Szarka Ákos visszatérésével ismét erősebb lehet a támadó szekció. A gárdának a válogatott szünetben egy edzőmérkőzése elmaradt a sok sérülés miatt. Most azonban már minden rendben van, és várják az újabb összecsapást. Hát valójában nem zavart meg minket, mert tudtuk, hogy valójában, ahogy mondtam, sok a sérült, szóval az volt az a lényeg, hogy valójában a sérült játékosok minél hamarabb visszajönnek a csapathoz. És ők is belátták valójában, hogy ha 8 sérült játékos van, akkor felesleges ez a mérkőzés, szóval hát nekünk ez csak lehet, hogy segített. A csapat védelme is jól muzsikál idén, így ők is jó formában várják a hétvégét. Feltehetően a kieső pozícióban lévő Monor sem fogja megkönnyíteni a Gyirmót életét, és a szokásos kontrákkal próbál majd zavart kelteni. Monor elleni mérkőzésre ugyanúgy készülünk, mint az összes mérkőzésre, 100%-os koncentrációval, tehát nem becsülünk alá semmilyen mérkőzést, semmilyen ellenfélt, biztos nem lesz könnyű mérkőzés, de mink nyerni akarunk ezen a mérkőzésen. A labdarúgó NB2 soron következő találkozóját vasárnap 17 órától rendezik a Gyirmóti Alkufer stadionban. A győri állatmenhelyen őrzik azt a pár hónapos kiskutyát, akit kedden többször is mellkason szúr gazdája. Az állat csak a gyors orvosi beavatkozásnak köszönheti életét. Egyre többen próbálkoznak be az úgynevezett unokázós csalással. Mostanában gyakori az is, hogy a csalók rendőrnek adják ki magukat. 21. alkalommal rendezték meg Győrben a fogyatékossággal élők sportnapját. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elhivatottan segíti a fogyatékkal élőket. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Csapadékmentes és napos lesz a péntek az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. Pénteken hajnalban 10 fokra van kilátás, amíg reggel már 18 fokot is mutathatnak a hőmérők, tiszta felhőmentes idővel kezdődik a nap, és a felhők a délután folyamán sem jelennek meg az égen, a túlnyomóan napos időjárásban 21 fok körül alakul a maximum érték. A péntek este is tiszta időt hoz a térségbe, a nap végén 15 fokot mérhetünk majd, éjszaka pedig 10 fokra kell számítani északnyugaton. Aztán a folytatásban sem várható csapadék az északnyugati térségben a hosszú távú előrejelzések szerint, viszont kisebb-nagyobb felhőzet megjelenik majd az égen. A szombati időjárás például abszolút felhős időt ígér majd, reggel és este 9 nap közben pedig 18 fokkal, csapadékra viszont nem kell számítani. Vasárnapra már mondanak napsütést a meteorológusok, a nap elején és végén 9 nap közben pedig 16 fokot mérhetünk majd.
és hétfőn is kell számítani némi napsütésre, reggel és este 7, nappal pedig 16 fokra van kilátás a prognózisok szerint. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták október 18-án csütörtökön. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap este 7 órától ismételten várjuk Önöket Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye friss híreivel. Tartsanak velünk akkor is, ha tehetik. Jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra! Thank you.